Hogyan legyél jó színész? Kedves leendő színészek! Hamarosan következik a folytatása Ámon történetének, ahol rengeteg mindenre fog fényderülni. A színészi játékotok tökéletesítése érdekében összeszedtük számotokra, hogy mire kell figyelnetek, hogy minden a lehető legjobb legyen. Az első és legfontosabb, hogy mindig beszéljetek hangosan, hiszen kulcsfontosságú, hogy mindenki tisztán értse, amit mondtok. Nem kiabálni kell, hanem öblösen, torokból beszélni és szépen artikulálni. Amikor csak lehet, a testetekkel a közönség felé forduljatok. Persze, ha a szerep megkívánja, megfordulhattok, de nagyon fontos, hogy mindig a közönség felé beszéljetek, és ne magatokba fordulja adjatok elő. Húzzátok ki magatokat, hogy jól látszatok, legyetek ott a jelenetekben, hiszen most ti vagytok a színészek. Használjátok a gesztikulációt az előadás csiszolására. Fontos, hogy a testetekkel is kommunikáljatok. Használjátok a kezeteket. Semmiképp ne tördejétek, vagy morzsolgassátok. Ne legyezzetek vele, mert ez sokat ront az előadáson. Ha semmire nem tudjátok éppen használni, csak dugjátok zsebre. Ott nem lesz útban. Készülj fel precízen. Tudd, hogy mikor következel, reagálj a társaidra. Az előadás egy közös biznisz, szükség van a szereplők közötti kémiára. Jól gyakoroljatok be mindenbe, és kilépőt. Ne hagyjatok indokolatlan határszünetet. Éljétek bele magatokat a szerepekbe, hiszen mégis a világ sorsa múlik a szereplőkön. Ennek jobb esetben át is kell jönnie a színpadról. Ne izguljatok! Mindenki követel hibát, a fontos az, hogy ez ne akasszon meg. Nincs mitől félnetek, mert senki sem fog kinevetni semmiért. Mindenki tud jó színész lenni. Legyetek ti is nagyon ügyesek. Sok sikert kívánunk!